falunap Berekfürdőn, az aratás eredményei, újabb országos személygyűjtési program, városi rendezvények szervezése. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. szeptember 16-án 18 óra 5 perckor. A Berekfürdői rendezvényi téren az egésznapos főzés-sütés mellett színpadi produkciókkal, kirakodóvásárral várták az érdeklődőket a falunap alkalmából. Már délelőtt messzire vitte a szél a pörkölt és a gulyás illatot a faluban, hiszen a helyi főzők már reggel hozzáfogtak a látogatóknak az ebéd készítéséhez. Eközben a színpadon gyermek és felnőtt műsor várta az érdeklődőket, akik különféle kézműves termékeket is vásárolhattak. A falunap keretében Molnár János polgármester önkormányzati kitüntetéseket is átadott. A képviselőtestület berekfürdői kitüntetést adományozott Koródi Lászlónénak a helyi újság szerkesztéséért, Dúzs Imrének a helyi alkotókezek kézi munka szakkör megalapításáért és működtetéséért. Az egyik Koródi Lászlóné Erzsike, aki hosszú éveken keresztül szerkesztett és újírt egy bereki újságot, helyi lapot, mindenféle híradást a település életéből, főleg a helyi emberekről, érdekességekről, különlegességekről. Ezben az öt évben, de azt megelőzően kis kihagyással már korábban is egy másik újságot ugyanezzel a céllal csinált. Úgy gondolta a testület, hogy ez egy olyan fontos munka, amit mindenképpen el kell ismerni, mert ő volt az egyik, aki a Berekfürdőért érvet megkapta. A másikuk Dúzs Imréné Marika, ő pedig egy kézműves alkotó szakkört hozott létre, ahol az asszonyok, mondom, hogy asszonyok, de vannak köztük fiatal gyerekek is, hiszen unokája is van ebben benne, akik hímzések, horgolások, mindenféle asszonyi kézi munkával foglalkoznak, és úgy gondolom, hogy egy közösség életében ez a legfontosabb, hogy közösséget alkotni. Tehát, mint az előbb mondtam, hogy hírt adni róla, ha nincs miről hírt adni, akkor nincs miről beszélni. Tehát kell az, hogy legyenek ilyenek, mint ő is. És amit el is mondott egyszer, hogy azért csinálják ezek a dolgokat, nem csak öncélúan, hogy ők maguk ezt élvezik, és szívesen vannak együtt, hanem ezeket az alkotások, ezeknek egy jó részét a köznek ajánlják fel, tehát ebből hozzánk jövő testvértelepülési, vagy más területre jövő vendégek, idelátogatókat meg tudjuk ajándékozni. Teszik ezt mind szeretetből. Ezt ő mondta, ezt a szót, és ezt nagy örömmel kapaszkodok ebbe, hiszen ha valami mögött szeretet van, akkor annál több nem kell. A kitüntetetteknek gratulált F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője is, aki megnyitóján arról szólt, hogy a Berekfürdő, az Alföld és a nagykunság csodálatos ékszerdoboza az elmúlt időszakban jelentősen fejlődött. Én azt gondolom, hogy Berekfürdő mindig egy csodálatos ékszerdoboza itt az Alföldnek és a nagykunságnak. És azt látom, hogy Berekfürdő az elmúlt években hatalmasat fejlődött. És ez nem biztos, hogy kőben, betonban lehet látni, hanem hangulatban, mentalitásban. Nagyon jó rendezvények vannak, nagyon jó hangulatú a település. Megőrizte azt a bányát, amihez mindig is ragaszkodunk Berekfürdőn, hogy csendes, nyugodt legyen, de mégis egy pezsgő életet tudjon nyújtani. Nyáron sokan vannak, de legjobb ősszel, tavasszal és télen, amikor a meleg vízbe beleülünk, és érezzük ezt a jó berekfürdői vízillatot. Én azt gondolom, hogy aki egyszer volt itt Berekfürdőben, akár gyermekkorában, akár idősebb korában, felnőtt korában, az mind visszavágyódik, és megmarad az a hangulat, a sült lángosnak az illata, a sült heknek az illata, a fürdővíznek az illata, és ezeken a fesztiválokon, amikor ősszel van a Tepertő és Pörsz Fesztivál, vagy most a Falunap, azok a kunsági ételek, amiket mindannyian szeretünk, tehát testnek és léleknek Berekfürdő nagyon sokat tud adni. Tavaly ősszel porba kellett vetni a búzát és az őszi kalászosokat Karcagon is. A téli csapadék hiány csak tetézte a problémákat, majd az egész országban március végén 100-150 milliliter csapadék összeadva egy heti eső hiányzott a földekről.
Az időjárási viszontagságok ellenére azonban a nyári aratású szántóföldi növényekből várakozáson felüli karcagon közepes termésmennyiséget takarítottak be. Elégedette az aratási eredményekkel. Kérdeztük Domján Sándort, a Kunagru 21 Kft. Főmérnökét. Ahhoz a képest, az időjáráshoz képest, ami a télen volt, tavasszal volt, nyár elején volt, igen jó közepes terméseket sikerült betakarítani, mind a repcéből, mind az őszi árpából, mind a búzából. Azt mondom, hogy az árpa minősége kiváló, a búzái, mivel az azért kapott egy kis csapadékot betakarítás közben is, nem lehetett kikerülni, hiszen olyan nagy munkacsúcs volt. Ami kapott csapadékot, annak a minősége az már nem annyira, tehát nem kimagasló, de egy átlag euró minőséget az is hozott. A csapadék előtti, eső előtti betakarított búzatáblák azok malmi, illetve javító minőségbe kerültek be a magtárakba. Így karcagi átlagban, ahogy láttam a határt, azért a repce egy ilyen 2,8 tonnás termés átlagával nem erős, de fedezi a költségeket. Az árpánál, búzánál ilyen 5 tonna körüli termés átlagokról beszélhetünk a karcagi határban, ami megint éppen fedezi a költségeket. Természetesen jobb lett volna, ha magasabb a termés átlag, a tőállomány mindhárom növénynél jobbat is ígért, de azért az asszály hatását azt lehetett látni. Majd ezt követően ugye továbbra is az asszály miatt a talajmunkáknál tapasztalható elmaradás. Most is egy olyan táblán állunk, ami búza után meg lett tarlóhántva, lezárva, hogy majd könnyebb legyen a művelése, de egyelőre nem érdemes még hozzányúlni, mert még nagyon kemény a talaj. Mögöttem levő táblán, ami repcének lesz majd előkészítve, bár az optimális vetési idő az augusztus legvége, ezt még azért nagyon nem haladtuk túl. Nagyon kell annak a talajnak is még egy csapadék, legalább egy 10 mm csapadék, hogy igazán apró morzsás magágyat lehessen majd kialakítani, ahol várhatóan egy jó keléssel indulhat a repce. Aki jár a határban, láthatja, mennyire porzik a föld. Nagyon kellene a talajnak legalább 70-80 mm-es csapadék, de még 150 sem lenne sok. A mezőgazdaság az nem csak időjárás, hanem matematika is. Tehát a gazdának mindig számolnia kell a ráfordítás költségeivel is. Most még azért azt mondom, hogy egy két héten belül, hogyha megérkezne egy 30-50 mm közötti csapadék, még ha nem is egyszerre, hanem két-három alkalommal, az nagyon sokat jelentene, de 150 sem lenne sok, tehát még azt is el fogják tudni nyelni a talajok, és talán akkor lenne ideális a talajmunka, mert amelyik tábláknál már lazított a gazda, vagy urambocsán nyári szántás mellett döntött, ott a magágy előkészítéshez elegendő lesz a kevesebb csapadék is, de ami még arra vár, hogy ezután kapja meg az alaptalajművelést, ahhoz bizony még akár a 100 mm is kevés lehet, ahogy szoktuk mondani, hogy a felső nedvesség összeérjen az alsóval. Most is van még mindig egy 150 mm hiány, de többet is elbírna, hiszen az előző év is inkább asszályos volt, mint csapadékos, az azt megelőző év is inkább asszályos volt, mint csapadékos. Biztos van olyan a városban, akinek még van ásott kútja, abban látja pontosan a vízszintet, hogy mennyivel lejjebb van, mint a megszokott. A Magyar Polgárőr Szövetség is csatlakozott a Magyar Közút Nonprofit ZRT Jobb, ha el se dobod országos személyhűtési programjához, mintegy 1000 fővel. A Magyar Közút Nonprofit ZRT 2019. szeptember 26-ára személygyűjtési akciót tervez. A társaság minden csatlakozó számára térítés nélkül kesztyűt, láthatósági mellényt és zsákokat biztosít, valamint gondoskodik az összegyűjtött hulladék maradéktalan elszállításáról is. Az utak menti szemétszedéshez a cég a lehetséges mértékig szakmai felügyeletet is biztosít, szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be. A polgárőrök azon túl, hogy 1000 fővel csatlakoznak a szemétszedésre, az önkéntesek mozgósításában is részt vettek, saját kampánnyal, gyűjtéssel mozgósították a helyi lakosságot és a fiatalokat is. A polgárőrök vállalták, hogy a programokon túl a későbbiekben is jelzik a közút mérnökségeinek az utak mellett található szemetet. Közreműködnek azok elszállításában és az elszállítás megszervezésében is.
Mai stúdió vendégünk Szepesi Tibor, a Dérinél Kulturális Központ vezetője, aki az intézmény sokrétű feladatairól beszélget. Köszöntöm igazgató urat, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, üdvözlöm a televízió nézőket. Nemrégiben tért haza egy kis csapat, amely Zágrábban járt, és karcagot képviselte a Magyar Nagykövetség meghívására. Milyen apropóból érkeztek Zágrábba? A Zágrábi Magyar Nagykövetség, illetve az ottani Magyar Intézet néhány évvel ezelőtt elhatározta, hogy megpróbál nyitni a helyi lakosok irányába, nem csak a zágrábi magyar közösség, hanem a horvát lakosság irányába is. És hát mi mást gondolhattak volna, mint hogy a gasztronómián keresztül próbálják meg ezt a nyitást. Úgyhogy idén már harmadik alkalommal került megrendezésre a Magyar Konyha napja. Az első évben Mohács, a második évben Baja, a harmadik évben pedig úgy gondolták, hogy Karcag, illetve a karcagi Hungarikum birka pörkölt kerüljön az asztalra. Nyilván azzal együtt, hogy a Magyar Konyha napja, nem csak az ízeket szerették volna bemutatni, hanem minden olyan hozzá kapcsolódó kulturális lehetőséget, néphagyományt, amelyet meg tudunk jeleníteni azon a kis közösségben, abban a kis térben, ahol ők elképzelték ezt a fesztivált. Számos gasztrokulturális rendezvénynek adott otthont Karcag is, és simán csak kulturális rendezvénynek is. Ilyenkor akár a birkafőző fesztiválra gondolunk, akár a nemrégiben lezajlott nagykunsági kulturális napokra. Számtalan van még előttünk és mögöttünk. Hogyan értékeli igazgató úr az eddigieket? Én azt gondolom, hogy ha néhány évre is vissza próbálunk tekinteni, akkor azokat a feladatokat, amelyeket kitűztünk magunk elé, azokat én úgy értékelem, hogy sikerült elvégeznünk. Picit szerettük volna a mai kor követelményeinek megfelelően átalakítani ezeket a rendezvényeket, próbáltunk újakat megszervezni és behozni ebbe a palettába, és hát volt néhány olyan rendezvény, amely arra szorult, hogy átalakításra kerüljön, újragondolásra kerüljön, más elemek kerüljenek bele, egy picit összép húzódjon, vagy akár, mint mondjuk a birkafőző fesztivál, jóval nagyobb területen, jóval több programot próbáljon felölelni. Másik ilyen célunk az volt, hogy minden korosztálynak próbáljunk megfelelni. Tehát egészen a piciktől, az idősebb korosztályig mindenkinek legyen olyan program, nem csak egy rendezvényen belül, hanem ha az egész évet nézzük, akkor legyenek olyan programok, amelyben mindenki megtalálja a kedvére valót. Ez egyfajta kulturális kavalkádot is hozott ugye egy-egy éven belül, de úgy érzem, hogy megfeleltünk ezeknek az elvárásoknak. Adódik a kérdés, hogy vannak ugye kisebb kaliberű rendezvények, vannak igen nagy évet befutottak, és egy rendezvényszervezési feladatokkal jár, le kell koordinálni, össze kell egyeztetni. Hogyan működik egy nagyobb rendezvény megszervezése? Nem csak egy nagyobb, egy kisebb rendezvény is. Én mindig azt szoktam mondani a kollégáknak, és magam is így állok hozzá minden rendezvényhez, hogy ha elkezdjük, akkor annak tökéletesnek kell lenni, hiszen aki ellátogat arra a rendezvényre, és ez legyen a birkafőző fesztivál, vagy legyen a legkisebb rendezvényünk, mondjuk egy Mikulás fotózás, az arra a rendezvényre készült, ő azon a rendezvényen szeretné jól érezni magát. Tehát tökéletesnek kell lenni az elejétől a végéig. Természetesen meg kell felelnünk azon túl, hogy a látogatók igényeinek meg kell felelnünk különböző jogszabályoknak is. Tehát amikor elkezdünk egy rendezvény szervezést, az nyilván nem a rendezvényt megelőző egy-két nap, hanem néha akár egy fél évvel előtte is hozzá kell kezdeni egy rendezvény szervezéséhez. Mondjuk a birkafőző fesztivál szervezése az egy egész évet felölelő folyamat, tehát ahogy véget ér maga a fesztivál, már kezdődik a következő évnek az előkészítése. Tehát át kell gondolni, meg kell felelni azoknak az elvárásoknak, jogszabályi és látogatói elvárásoknak, és nyilván erre kell fölépíteni a rendezvény napját, vagy a rendezvény idejét is. Ehhez én azt gondolom, hogy megfelelő háttérrel rendelkezünk. Folyamatosan próbáltuk fejleszteni ezeket a háttereket, itt elsősorban az eszközfeltételekre gondolok, a hangosítást, a különböző technikai eszközöket, sátrakat, sörpadokat, amelyek szükségesek egy rendezvény megszervezéséhez. De ha magát a Dérinné épületét nézzük,
akkor ugye felújításra került az elmúlt években, kívül is, belül is megújultak a vizes blokki részek, megújultak azok a részek, amelyek kiszolgálják a közönséget. Zárójelben megjegyzem, hogy persze kell is, és lehet is folytatni majd ezeket a felújításokat, de úgy értékelem, hogy az eszköz és a technikai feltételeink nagyon sokat javultak az elmúlt években. A másik része az a személyi háttér. Én úgy érzem, hogy a déli névben a kollégák maximálisan felkészültek, és minden tudásuk megvan ahhoz, hogy a rendezvények szervezésében, lebonyolításában a tökéleteset nyújtsák. Meg az együttműködés az iskolákkal, különböző intézményekkel is nagyon sokat jelent, hiszen számos rendezvény szokott megtartásra kerülni egy-egy alkalommal. Így van, a kapcsolattartás nagyon-nagyon fontos az egész város életében. Nyilván a kulturális intézményekben, az ifjúsági házban, a Déri néven, vagy akár a sportcsarnokot is mondhatnám, nagyon sok rendezvény kerül megrendezésre a társintézmények szervezésében, vagy közös együttműködésben. Ez napi kapcsolatot feltételez, hiszen egyszer ők jönnek hozzánk, egyszer pedig mi kérünk segítséget. Tehát ugye gondoljunk bele, hogy például a Birkafőző Fesztivál az a különböző iskolai épületek nélkül meg sem valósulhatna. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaptv.hu weblapon. Viszontlátásra!